Tisztelt hallgatók! A mai adáson szeretnék a végtagok és az emlő nyirok elvezetéséről beszélni, és az elsődleges nyirokcsomó klinika jelentőségét is szeretném röviden összefoglalni. Először is engedjék meg, hogy néhány alapfogalmat bevezessek. Itt a nyirokszervekről, a nyirok folyadékról önmagában és a nyirok keringés alapjairól szeretnék röviden beszélni, majd beszélünk a nyirokcsomókról, röviden a nagy nyirokértősektől, a megértés kedvéért csupán, és aztán pedig a felső végtag és az emlőnyirok elvezetése, aztán a törzs felületes rétegeinek nyirok elvezetése, és végül pedig az alsó végtag nyirok elvezetéséről és nyirokcsomóiról szeretnék szólni. Tehát akkor először is néhány alapfogalom. Ugye ez az ábra összefoglalja a fő nyirokszerveket, láthatják. Tulajdonképpen ezeknek a részleteiről majd egy későbbi kurzus, a szövettan 2 kurzus kapcsán lesz szó. Most a nyirokrendszerről csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye ez egy mindenki által ismert, hogy a szervezet védekező rendszere, kórokozókkal, idegen testekkel és akár daganat sejtekkel a saját elfajult sejtjeinkkel is ugye felveszi a harcot, és ezeket eltávolítja a szervezetből. A nyirokrendszernek vannak részei, ugye nyirok folyadék, nyirok erek rendszere, és hát számos nyirokszerv látható ezen az ábrán, de most ezek felsorolására eltekinteni. Igazából a nyirokcsomókról fogok leginkább beszélni ebben az előadásban. A nyirok folyadékról készítettem egy diát annak érdekében, hogy megértsék, hogy hogy is működik ez a rendszer. Itt láthatják az artériákat és a vénákat, ugye a két rendszer között komoly nyomáskülönbség van, és a két rendszert a kapillárisok hálózata köti össze, ezeken keresztül áramlik a vér. Most a kapillárisoknak az artériás oldalán egy magasabb nyomás van, ami elegendő ahhoz, hogy a kapilláris falán folyadék szűrődjön át az ereken kívüli extra vazális térbe, és ez a folyadék aztán a vénás oldalon jó részt visszatér az erekbe az ottani alacsonyabb nyomás viszonyok következtében. Azonban ez nem teljesen van így, napi néhány liter folyadék az az extra vazális térben marad. Most ahhoz, hogy az extra vazális térben összegyűlő folyadékot elvezessük, az evolúció kialakított egy külön keringési rendszert, ez a nyirok keringés és a nyirok kapillárisok rendszere, amelyek ilyen vakon végződő kis csövek, amelyek aztán begyűjtik ezt a folyadékot és elszállítják az elsődleges nyirokcsomók felé. A következő ábrán azt figyelhetik meg, körülbelül ezt mutattam az előző dián is, hogy itt vannak az artériák, a vénák és a kapilláris hálózat, és innen indulnak a nyirokkerek, amelyekből a nyirok aztán ugye elsődleges, majd később másodlagos nyirokcsomókba szerődik össze, és végül ez a folyadék aztán a vénás keringésbe tér vissza. Itt látható a főbb nagy nyirokereknek a rendszere, amint a nyak területén nagyobb vénákba ömlenek, de erre mindjárt kicsit részletesebben visszatérek. Tehát a nyirokkeringés az elsődleges nyirokcsomókhoz viszi a nyirok folyadékot, és utána másodlagos, majd akár harmadlagos nyirokcsomókon keresztül jutunk a nagy nyirokerekbe. Ez a dia azt mutatja, hogy a végtagokon, ugye, ami a jelenfélév anyagának a törzsét képezi, látható két, vagy felismerhető két külön nyirokkeringési rendszer. Van egyszer a bőr alatt egy felületes nyirokkeringési rendszer, ez a fascia felett található, illetve a mélyben az izmok között a nagy erek, nagyobb erek mentén találunk még nyirokkapillárisokat, ezek szintén szállítják a nyirok folyadékot. Meg szeretném említeni, hogy a nyirokerekben szintén billentyűk, a vénákhoz hasonlóan billentyűk találhatók, amik a negyedirányítását teszik lehetővé a folyadéknak, ez hozzájárul a keringéshez az izmok mozgása és az itt kialakuló pumpáló funkció, valamint az ereknek a pulzálása is segíthet ebben, nyilván az artériákról van elsősorban szó itt. És akkor a nyirokcsomókról szeretnék egy dolgot megvilágítani, amit általában a hallgatók nem nagyon szoktak érteni. Van egy gyűjtőterület, ez bármelyik testtáj lehet, amelyért egy adott nyirokcsomó felelős. Ezt klinikailag szentinel vagy őrszem nyirokcsomónak is szokták nevezni, és erről a gyűjtő területről a nyirok folyadék egy adott nyirokcsomóba kerül, ezeket meg lehet vizsgálni, meg lehet találni megfelelő klinikai módszerekkel.
És utána a nyirok ebből az elsődleges nyirokcsomóból a másodlagos nyirokcsomókba kerül, majd tovább akár harmadlagos nyirokcsomókhoz jut a nyirok folyam. Szeretném azonban, hogy megértsék, hogy ha van egy másik gyűjtőterület, nem messze az első gyűjtőterülettől, előfordulhat az, hogy az innen összegyűjtött nyirok folyadék, az a másodlagos nyirokcsomójába kerül ennek a gyűjtőterületnek, holott ugye ő tulajdonképpen ennek a gyűjtőterületnek az elsődleges nyirokcsomója, és természetesen a rendszer az elég összetett, számos kombinációja lehetséges ezeknek az ellátási területeknek, és ennek a női emlő nyirok elvezetése kapcsán lesz jelentősége, erről majd mindjárt beszélek néhány szót. Ugye, ahogy említettem, a harmadlagos nyirokcsomókból többnyire már a nagy nyiroképtörzsek felé és végül a vénás rendszerekhez jut a nyirokfolyadék. Miért is kell erről beszélni? Azért, mert a nyirokcsomóknak nagy orvosi jelentősége van. Tulajdonképpen a nyirokcsomók azok babalakú, egészen apró tokkal körülvett nyiroktűzszögből álló szervek, amelyeknek a belső szerkezetét majd a szövettankentő tantárgy keretében fogják megismerni. Fontos most, hogy szűrő és immunológiai funkcióval rendelkeznek, és az is nagyon fontos orvosként, hogy ezeknek a nyirokcsomóknak a betegsége az sokszor tüneteket okoz, és a nyirokcsomók nyomásérzékenyé válnak, hogyha érezzük, tapintjuk őket, hogy puhák és a környezetéktől elhatárolhatók, akkor az nagyobb valószínűséggel valamilyen gyulladásos korképre utal, azonban fájdalmatlan, porckemény, környezetével összekapaszkodó nyirokcsomó, azok inkább rosszindulatú daganatos betegség nyirokcsomóba terjedésére utalhatnak, és klinikai kép már fontos lehet a diagnózis felállításában. És akkor a következőben néhány szót szeretnék szólni a nagy nyirokértőzsekről, habár ezek az anatómia 2 tantárgy törzsanyagai, a megértés kedvéért csak összefoglalnám, hogy értsék, hogy hogy működik a rendszer. Tehát a harmadlagos nyirokcsomókból nagy nyirokértőzsekbe szedődik össze a nyirok, ezek közül a legnagyobb a ductus thoracicus, amely a hasüvegben a ciszterna chili nevű képletből indul, és ebben az alsó végtag felül, illetve a hasüveg felől nyirokerek nyílnak, aztán pedig ez felszállva a nyak területén fölvesz még néhány nagyobb nyirokeret, és akkor ezek fognak végső soron bele ömleni itt ebbe a vénás összefolyásba, amit angolus venosusnak hívunk. A nyak területéről jön a truncus jugularis, a felső végtag felől a truncus subclavius, és a mellkas felől még a truncus bronchomediastinalis, ugye ez mindig sinister, mert a bal oldalról van szó. És a jobb felső végtag, illetve a fej és a mellkas jobb oldalát azt a truncus lymphaticus dexter látja el, akkor itt azt lehet látni, hogy a területből érkező nyirokerek a truncus subclavius dexter, a truncus bronchomediastinalis dexter, illetve a truncus jugularis dexter összeömlenek és kialakítják a truncus lymphaticus dextert, ami aztán a nagy vénákba ömlik. Még egyszer mondom, ez a része az előadás, amiben inkább a második fél évhez tartozik részleteibe. És még egy képet szeretnék mutatni a nagy nyirokértőzsekre, a ductus thoracicusról, ez a gerinc előtt fut közvetlenül a csigolyák előtt, és ahogy felér a nyakra, tesz egy erős, éles kanyart, és beleömlik a vena subclavia sinistra és a vena jugularis interna sinistra összeömlésében található angulus venosus sinisterbe. Ennek az az oka, hogy itt olyanok a nyomásviszonyok, hogy egy szívó erő alakul ki, egy gyors vénás áramlás és a mellkas szívó hatása miatt, ami ugye lehetővé teszi a nyirokfolyadék összegyűjtését és a vénás rendszerekre való elvezetését. És akkor a továbbiakban majd szeretnék a felső végtag és az emlő nyirok elvezetéséről beszélni. A felső végtag és az emlő nyirok elvezetésével kapcsolatban azt szeretném kiemelni első lépésben, hogy ezen az ábrán láthatják a nyirokereket. Egyrészt ezen az oldalon látnak egy dorzális, itt pedig egy palmáris képet, ahogy mutatja a nyirokereknek a lefutását. Látjuk, hogy a tenyéri oldalról a nyirokerek azok átfordulnak a kéz dorzális oldalára, majd pedig az alkaron fölfelé futnak. Ezek gyakran a felületes vénákat követik.
És az elsődleges nyirokcsomók azok a könyök hajlatban a nódi limfatici cubitalis csoportja képezik, amelyekből aztán a nyirok tovább áramlik a nódi limfatici axillaris lateralisba, amelyek szintén a váll területéről elsődleges nyirokcsomónak számítanak, de kapnak nyirkot, ugye, amit említettem, a könnyök hajlatban megtalálható nyirokcsomó csoportokból is. Ezen a képen egy olyan eset, olyan helyzet látható, amikor egy gyulladás alakult ki egy megbetegedés következtében, és a nyirok ér lefutása mentén látjuk a bőrpírt, ezt limfangitisnek hívják, ez gyakori velejárója például fertőzött sebek következtében kialakuló terjedő gyulladásnak. A következő diára az emlőnyirok elvezetéséről szeretnék beszélni, talán ez a legfontosabb terület a orvos gyakorlati szempontból a női emlőben gyakran megjelenő rossz indulatú betegségek és azok terjedése szempontjából. Hát ugye itt az ábrán sok nyirokcsomó csoportot látunk, az első csoportot az előző dián is említettem, ők lesznek a nódi limfatici axillaris lateralis, amelyek a felső végtag, a szabad felső végtag területeiről gyűjti össze a nyirokfolyadékot. Aztán itt a mellkas oldalfalán találjuk a nódi limfatici pectoralis lateralis, amelyek az emlőnek a laterális alsó területéről, kvadránsából gyűjtik elsősorban a nyirokfolyadékot. Innen aztán a nódi limfatici subscapularisba jutunk, amelyek másodlagos nyirokcsomói ennek a területnek. Az emlő mediális oldala a sternum mögött elhelyezkedő nódi limfatici parasternálisba szállítja a nyirkot. Fontos megemlíteni, hogy ezek a nyirokcsomók már a mellkasfal szerkezetén belül találhatók, tehát itt, ha valamilyen betegség van, akkor ez a mellkason belüli terjedést jelent. Továbbá a honnanjárok mélyében találhatók a nódi limfatici axillaris centralis, amelyek a nyirkot az emlő laterális és felső kvadránsából gyűjtik össze, mivel ezen a területen alakulnak ki leggyakrabban rosszindulatú megbetegedések, és ez a terület adja ennek a régiónak az elsődleges nyirokcsomó csoportját, meg szintén nagy jelentősége van. De kérem, ne felejtsék el, amit korábban említettem, hogy egy adott nyirokcsomó csoport az nem csak elsődleges, hanem egyben másodlagos, sőt akár harmadlagos nyirokcsomó is lehet, mert ezek az előbb tárgyalt nyirokcsomó csoportok már az axillaris centrális nyirokcsomók felé szállítják a nyirkot, amelyek így ebből a szempontból másod, illetve harmadrendű nyirokcsomóknak számítanak. Az emlő felső részéből közvetlenül a nyirok bekerülhet az apikális axillaris nyirokcsomó társaságba is, illetve ez a csoport a centrális nyirokcsomók felől is kap nyirkot. Az előbb felsorolt nyirokcsomó csoportokat nyilván klinikailag is fontos megkülönböztetni. Klinikailag ezeket a nyirokcsomókat három csoportra szokták felosztani. Általában itt a musculus pectoralis minor az a képlet, amit használnak tájékozódási pontként, és a nyirokcsomók, amelyek ettől oldalt helyezkednek el az egyes, amelyek az izom mögött vagy előtt az izmok körül helyezkednek el, az a kettes, és amely az izomtól mediálisan, kraniálisan elhelyezkedő csoport, ez pedig a hármas zónát jelenti. És ha diagnosztizálunk egy emlődaganatos esetet, akkor ezeknek a nyirokcsomó szinteknek az érintettségét vizsgálják klinikailag, és ezek fontos prognosztikai faktorok a betegség kimenetele szempontjából. Akkor a továbbiakban szeretnék a törzs felületes rétegeinek a nyirok elvezetéséről beszélni. Ez szerencsére rendkívül egyszerű anatómiai helyzetet kell csak leírnom. A köldök tájékot kell megjegyezni, mint tájékozódási pontot, és ez fölött a nyirokerek azok a hónajtáji axilláris nyirokcsomókban, a köldök alatt a ventrális oldalon mindenféleképpen az inguináris tájék felé vezetődik el a nyirok. Ezek a piros jelölések mutatják a nyirok keringésnek az irányát. Ezeken a testtájékon kialakuló betegségek az itt megjelölt nyirokcsomóknak a betegségét idézheti elő. És akkor végül szeretnék beszélni az alsó végtag nyirok elvezetéséről. Ugye ez egy másik külön tétel a vizsgán, ezek az inguinális nyirokcsomók, amelyekről itt külön kell beszélni.
Itt szintén mutatok egy dorzális, illetve egy ventrális nézetét az alsó végtagnak, illetve a gluteális, inguinális és genitális tájéknak. Ugye, amiről ha disztálisan kezdjük leírni, akkor a tenyér, a talp felől a nyirok az a dorzális oldalra áramlik, és leginkább a véna szaféna magna, illetve az alszár hátsó felszínén a véna szaféna barva mentén nyirokerek futnak. Azok a nyirokerek, amelyek hátul futnak, első lépésben a nódul limfatici poplitejébe vezetnek, ezek leginkább a talp és az alszárnak a nyirokervezetését, elsődleges nyirokcsomói szerepét látják el, és akkor az előső oldalon pedig a véna szaféna magna mentén a nyirok a felületes inguinális nyirokcsomókban, nódi limfatici inguinalis superficialis kerül. Ez a lista nagyon fontos, ezt tanulják meg a vizsgára. Ha egy megnagyobbodott inguinális nyirokcsomót vagy csomó csoportot találunk, akkor ezeket a régiókat kell megvizsgálni annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy honnan jön az adott gyulladás, vagy esetleg egyéb kórkép. Tehát a szabad alsó végtag előső oldalát kell megvizsgálni, meg kell vizsgálni a dorzális oldalt, mert a fartáinkról is ide vezetnek a nyirokerek. Az előző díján láthatták, hogy a köldök alatti terület is ide kerül. A külső nemi szerveket sem szabad elfelejteni ebből a szempontból, hiszen a nemi úton terjedő betegségek elég gyakran okoznak nyirokcsomók bántalmat ezen a tájékon. A gáttájék is hasonló okokból fontos lehet. Számos betegség érintheti a végbénnyilás és a canalis analis környékét, amelyről szintén ide jön a nyirokervezetés, illetve nőben a hüvely alsó részét és a méhkőt és a méhegyes részeit is ki kell zárni, vagy meg kell vizsgálni akkor, hogyha inguinális nyirokcsomó megnagyobbodást látunk, mert ide érkezhetnek ezekből a tájakból is nyirokerek. Ezen a ilyen kicsit közelebbről mutatom a inguinális nyirokcsomókat. Megkülönböztetünk egy horizontális és egy vertikális nyirokcsomó csoportot a ligamentum inguinale, illetve a véna szaféna magna mentén. Ezek az elsődleges felületes inguinális nyirokcsomók, és akkor szeretnénk, talán nem annyira jól látszik, de itt a mélyben ez a zöld nyirokcsomó csoport, itt a nódi limfatici inguinalis profundi, amelyek a másodlagos nyirokcsomókat jelentik. Ezek közül a Rosenmüller nyirokcsomó az, ami az alsó végtag nyirkát összegyűjtve a canalis femoralisban található, és innen aztán a nyirok már a hasüreg felé kerül a következő nyirokcsomó társaságba. És akkor ha orvosként ezen a inguinális tájékon gyulladt és megnagyobbodott nyirokcsomókat találunk, akkor mindenféleképpen meg kell vizsgálni, hogy mi állhat ennek a gyulladásnak a hátterében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szeretem volna a nyirokcsomóknak a klinikai és anatómiai jelentőségét ebben az előadásban összefoglalni. Köszönöm szépen!